a török út restaurálását és annak a Deák téren történő elhelyezését, valamint a helyi értékvédelmi pályázat elbírálását tárgyalta ma a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság. A szobor áthelyezése és a hozzátartozó díszkivilágítás összesen bruttó 10,5 millió forintba fog kerülni. A bizottság az előterjesztést egyhangulag, kifogást nem emelve fogadta el. Az értékvédelmi pályázati felhívásra a Papsimon sétány 4 valamint a Batyány utca 19 szám alatti ház felújítására érkezett igény. A munkálatok 3 millió forintból valósulnak meg. A bizottság mindkét korszerűsítést támogatta.